No hát, sziasztok srácok, én Iszajok, és elkezdtük egy olyan videózó, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint megkeressük Hibbon szigetet a Minecraftba. Szóval igazából ahhoz, hogy ezt így megcsináljuk, fel kell jönni Magyarország legjobb klienseire a Mindside-ra, letöltésünk a leírásba, amúgy ide is van írva, hogy www.mindenside.hu, ott tudjátok letölteni, és akkor igazából jöhet egy intro. Nos srácok, ahhoz, hogy ezt megcsináljuk, igazából ki kell választani a kreatív lobbit, arra szépen így felmentek, és igazából mindegy, hogy a kreatív 2-esre vagy az 1-esre mentek fel, most az 1-es fogok, mert kevesebben vannak, ott nem fog annyira laggolni. És ugye itt múltkor Danival csináltunk, ez az én telkem, ugye bár itt ilyen live-ba így egymással versenyeztünk, viszont per PC le arra. Vagy per PC leart, csak is simán, lehet, hogy így jobb lesz. Így ni, szóval igazából ti létrehoztok-e szépen egy telket, nekem most itt van ez a szép telek, és kiválasztátok azokat a blokkokat, amiket én most mutatok nektek. Szükségünk lesz obszidiára, ez nagyon-nagyon fontos. Ezen kívül szükségünk van egy kis fára, igazából mindegy milyen fa, én most töltsát fogok választani. Szükségünk van valamilyen vörös színű blokkra, én az most gyapjú lesz, és szükségünk van valamilyen homokra, akkor most itt van ez a vörös homok, ez is jó, illetve Reston fákjára, ilyen jelzőismétlőkre, egy valamilyen gombra, és így igazából ennyi az egész. Lehet, hogy majd még valami kecskát fejtettem, mindegy. Na, obszidiánnal kezdünk, azzal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hoppá, így 10. Utána egyet mindkét oldalról be, vagy kettőt, igen. Utána egyet így keresztbe, így kettőt, aztán így kettőt. Itt is így kettőt, és utána ezt is szépen lezárod. Ilyen szimmetrikus alakot kell kapnatok igazából, az a lényeg. Utána ezeket így szépen így keresztbe át kell menniük egészen idáig. Itt is ugyanúgy ezt meg kell csinálni. Így, né. Utána pedig így fával ezt a két részt így meg kell szépen csinálni, úgyhogy felfeleljenek a fák, így de van értelme. Innél szépen megcsináljátok, a többit pedig szépen kitömitek homokkal, ez így a maradék rész így megmarad. Így, né. Ezt is szépen megcsináltátok, ez az első része, ilyen alakzatot kell kapnotok, ilyen, nem tudom igazából ez mi, de ezt kell csinálni. Utána ezt így fogjátok, és összekötitek, igazán ez tök mindegy, hogy milyen hosszúságú, csak kicsit legyen távol. Ide raktok egy redstone fákját, így erre a két blokkra, és egyiket elvezetitek, hol a redstone, amit kivettem, nem vettem ki redstone, buta vagyok. Ezt így szépen körbevezetitek, tök mindegy, hogy nem ér össze, az olyan, hogy a piros blokkokhoz ne érjen hozzá, csak a homokhoz maximum, szóval nem szabad így keresztbe vezetni, így, né. És ezt így szépen végigvezetitek, így szépen, mondjuk ez lehet, hogy túl hosszú lesz, nem baj. És akkor itt pedig építetek így ilyet, ilyen három hosszút, itt 2, 3, 4, utána már csak erre a kettő oldalra, aztán már csak így erre az oldalra, így vagy így kell kinéznie. Erre a végére raktok szépen egy gombot, és akkor most jön a lényeg, reston, ilyen, reston, ilyen, reston, ilyen, és aztán megint egy reston, ezeket amúgy már ki lehet ütni igazából, és akkor erre egyet, erre kettőt, erre pedig már hármat raktok, így szépen ezt így megcsináljátok, a végére raktunk gombot, igen raktunk, és akkor már csak egy darab dolog kell, és ez a legfontosabb része a szerkezetünknek, ezt a két blokkot így szépen még ide is levezettek, így aztán így szépen külön, így és ide raktok ilyen lámpákat, aztán erre fát, így fát, még egy fát, így né, és ezt szépen összekötitek, utána erre szépen raktok ugyanúgy, de pont ahogy csinálom, szóval így pont ellentétesen, aztán pedig így ellentétesen raktok, és erre ugyanúgy restonot raktok, így né, szépen, ezt ki lehet cserélni, igen, ezt így szépen megcsináltok ilyen jelváltósan, és ez így elméletileg meg is van, így díszelemként én most én megcsinálom ilyen piramis alakúra, ez nektek nem muszáj, csak egy ilyen szép legyen, ha már csináltunk egy ilyen teleport kaput, és akkor mondjuk ezt így szépen megcsináljuk, és akkor mondjuk így ez is szép szerintem, na. És hogyha ezzel megmondtok srácok, akkor igazából készítetek fel, hogy el fogtok teleportálódni. Ez nagyon-nagyon fontos. A gombot kell majd ugye megnyomni logikusan, de ez a teleport kapu. Szóval azt kell csinálni, megnyomjátok a gombot, és gyorsan belefuttok ebből az irányba. Szóval így kell majd belemenni. Meg is mutatom, figyeljetek, gyorsnak kell lenni, és go! Oké, srácok, készítetek, el fogunk teleportálódni. 3,
kettő, egy. Wow. Úristen, srácok, hol vagyunk? Na ne. Srácok, itt vagyunk a szigeten. Na jó, ez nagyon durva. Igazából őszinte leszek, eddig nem működött a teleport kapu, csak próbáltadak titeket átverni, de most ezek szerint működik, ami nagyon-nagyon durva, de hol vagyunk? Ez mit csinál? Jó, ez a bejárat. Jó, oké, szépen menjünk le, itt egy lépcső. Srácok, eddig ha tetszik a videó, légy szíves, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt. Illetve srácok, mielőtt átlépünk a kapun, szeretnélek titeket megkérni, hogy írjátok a kommentben, hogy nektek melyik a kedvenc sárkányotok. Ez nagyon-nagyon érdekel engem. Viszont ott van valami, amúgy ott valami világít, majd azt is megnézzük. Először viszont menjünk át szépen, meg kell néznünk az egész szigetet. Hát nem hiszem el, srácok, ez nagyon-nagyon jó. És akkor nézzünk körül. Storor, srácok, ez micsoda? Srácok, én félek, ez milyen mob? Ez micsoda? Ez egy zombi? Jó, srácok, hát ez nem túl normális, legalább a skeleton az ugyanúgy néz ki. Hát azért ez elég durva, már nem az én mondom. Nézzük a következőt. Itt egy Enderman van, ez Enderman ugyanúgy néz ki, igen. Azért a zombitől kicsit őszintén megettem, elég furcsán nézett ki. Nézzük a következő házban, milyen mob várható, vagy mi van benn. Új, itt valami pók és creeper van, hát ez egyre furcsább. Miért van minden házban egy mob? Itt vajon mi lesz? Ez, itt semmi nincs. Ja, de itt egy ló, srácok. Ebbe is van egy mob. Azt mondtam, hogy ebbe pont nem lesz, de van mindegyikben. Ebbe mi lesz? Most kiderül. Na, ez üres. Jó, oké, nézzük a következőt. Hát elég durva, srácok, hogy ideig sikerült eljutnunk, azért ez nagyon durva. Viszont azt hiszem, hogy van itt egy hegy, amin van egy ház, azt is majd meg kéne nézni mindenféleképpen, hogy az hogy van, vagy hol van, vagy... Ó, pont itt van a hegy, jó, akkor menjünk is fel rá. Hát srácok, ez nagyon-nagyon durva, szerintem iszonyat jó, hogy itt vagyunk. És itt a hegy, ott a ilyen, nem tudom mi, itt van valami gletscher, vagy nem gletscher, az ilyen barlang. Itt szépen felfutunk rá, szépen. Hát elég durva volt ez a zombi, nem tudom, hogy az igazából mi. Na mindegy, itt szépen felmegyünk. Jó, oké. Na jó, srácok, ez micsoda! Ez nagyon durva. Itt a hegy, és ott van ugye benne az étkező. Hát én a házakat én most nem nézném meg, srácok, mert nem, nincs semmi érdekes benne. Viszont a hegy belseje, ahol szoktak ilyen tárgyalások lenni, vagy nem tudom, már rég néztem ezt a mesét. Ott biztos, srácok, ez nagyon király. Ez nagyon durva, bár itt azt tudom, hogy elterjed, de nem terjedt el a tűz. Ez nagyon jól néz ki, srácok, ez hihetetlen jól meg lett csinálva. Viszont akkor én igazából felmennék a hegytetőre is, az is érdekel, hogy ott mi van. Hol lehet felmenni? Itt lehet felmenni? Vagy itt nem is lehet felmenni, itt fel kell repülni szó szerint. Hát ez nagyon durva, itt van egy erdő. Wow, még az erdő is meg lehet csinálva, azt is, hogy megnézzük, de ezt a hegytetőn lévő házat nézzük meg mindenféle úton, módon. What? Itt nincs ház, itt vagy volt ház, én úgy emlékszem, na mindegy, akkor mi látszik, hogy itt nincs ház. Akkor viszont menjünk tovább, itt van egy erdő. Az erdőben nem tudom, hogy van-e valami, vagy ez csak így van. Ha ez így csak így van, azt hiszem, hogy itt lesz még valami, de nem nagyon látok. Itt van egy szép út, azt még próbáljuk meg követni. Ott azért van valami itt azért. Ez egy bánya lenne, srácok? Azt hiszem, ez egy bánya. Hát, ó, de jó meg lett csinálva azt a mindenit. Jó, na itt szokták, mit szoktak csinálni, nem tudom, nem jut eszembe, valaki írja le, hogyha tudja, ez nem jut eszembe, pedig ez az arén, ez annyira rémlik nekem. Na jó, ez nagyon durva. Srácok, ha erre a videóra összejön az 500 like, akkor Danival megközlünk ebbe az arénába, szóval mindenféleképpen lájkoljátok a videót, hogyha szeretnétek. És akkor igazából ez úgy látom, hogy ennyi. Viszont, ami fontos, még meg akartam nézni, igen, a hajók. A hajók is itt vannak, jó, az is meg van csinálva. Bár úgy látom, hogy a hajókon úgy önmagában nincs sok minden, csak hajó. Illetve a víz alatt, amit itt néztünk, hogy itt van valami, vagy csak egy bagos a fény, vagy nem tudom. Igen, itt látszik, hogy csak... Vagy mi van? De igen, csak bagos a fény. Hát akkor sajnos itt nincs semmi. Na viszont srácok, én köszönöm, hogy néztek ezt a videót, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkoztok fel, és ne felejtsétek el megnyomni a csengőt, illetve mindenféleképpen iratkoztok fel, játszok a MySide szerverén, www.mindeside.hu, ott tudjátok letölteni a kliens, és akkor én XP voltam. Sziasztok! Server közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindside.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használnod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik.
és azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a MindCenterbe. Itt van, hogy MindCenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélem, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launchert, beírtod, hogy play.mindside.hu, és amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre, próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét, és Magyarország leges legjobb IP-s szerverét.